Kedves nézők, ahogy a műsor elején mondtam, folytatódik a járulékcsökkentés januárban. A vállalkozók napján Varga Mihály értékelte a 2017-es esztendőt, és azt mondta, hogy soha rosszabb esztendőt, és hozzátette a nemzetgazdasági miniszter, hogy jövőre ismét csökkennek a béreket terhelő járulékok, a felszabaduló forrásokat pedig beruházásokra és béremelésekre egyaránt lehet fordítani. Utóbbi a munkaerőhiány orvoslása miatt is igencsak fontos lenne, erről is szólt Demján Sándor, a VOSZ elnöke, és megjegyezte, hogy fontos lenne, hogy megvalósuljon a közszféra létszám csökkentése, hiszen a 350 ezer felesleges állami alkalmazott foglalkoztatása óriási teher a gazdaságnak. Következik az összefoglaló. Olyan esztendő áll mögöttünk, amelyre leginkább azt mondhatnánk, soha rosszabbat. Remélem, ezt a jelenlévő vállalkozók is meg tudják erősíteni. Kezdte ünnepi beszédét az eseményen Varga Mihály. A nemzetgazdasági miniszter hozzátette, az elmúlt évben olyan folyamatok, kezdeményezések indultak el, amelyeknek célja, hogy a gazdaság minden szereplője erősödjön, akár vállalkozó, akár munkavállaló. Fontos, hogy a gazdaság szereplőinek legyen perspektívájuk, hogy tudjanak hosszú távra is tervezni. A tárcavezető kifejtette, reméli, hogy a 6 éves programot a továbbiakban is tudják folytatni. Az így a vállalkozóknál hagyott pénzt fejlesztésekre, beruházásokra, vagy akár bérfejlesztésekre is lehet fordítani. A kormány szerint mindkettő nagyon fontos, jegyezte meg a miniszter. Utóbbi különösen azért, mert a jól képzett munkaerőt meg kell tartani. A vállalkozók ebben a rohanó világban 24 órát dolgoznak egy napon, talán még plusz az éjszakát is, ahhoz, hogy megfelelő megélhetésük legyen saját maguknak, valamint az alkalmazottaiknak is. Tehát futnak minden nap a megélhetésükért, a munka után, a pénzük után. Ez a vállalkozói élet, erre adták a fejüket. De minden vállalkozónak jól esik az, ha valaki ezt a teljesítményt, és főleg a kiemelkedő teljesítményt észreveszi, és díjassza. Hát a VOSZ, ezen belül természetesen a mi Budapest és Pest megyei szervezetünk is ajánlott jó néhány vállalkozót, aki alkalmas arra, hogy odafigyeljünk rá, és díjazzuk őket. Igazából ez a díj, amit itt fognak megkapni az év vállalkozói díja, arra is alkalmas, hogy ne csak mi, mint a szakmában esetleg jártassabbak, vagy az érdekképviselet által jobban ismerjük őket, hanem a szélesebb közönség is megismerje az ő tevékenységüket, és ezáltal lehet, hogy még valamit segítünk is nekik, és talán az üzleti életük is egy kicsit gördülékenyebb lesz. A hagyományoknak megfelelően az ünnepségen kitüntetések átadására is sor került a kiemelkedő vállalkozói teljesítmények elismeréséül. Így az arra érdemesek Magyar Gazdaságért díjat, miniszteri elismerő oklevelet és az év vállalkozója díjat vehették át Varga Mihálytól és Demján Sándortól. Magyar Gazdaságért díj elismerésben 9-en részesültek. Miniszteri elismerő oklevelet egy vállalkozó érdemelt ki. A VOSZ megyei tagszervezetei, illetve további érdekvédelmi szervezetek előterjesztése alapján 68-an részesültek az év vállalkozói díj kitüntetésben.